A görögök időszámítás előtt 550-től már bent voltak Egyiptomban, és Itáliának egy részét is ők uralták. A sátán hatalmával csak szellemi óriások tudnak megbirkózni, írja Makkai Sándor. Egy ember nem tudja megállítani a sárga veszedelmet, és felszínes tudással ezt nem lehet. Csak ha tudatosul ennek a hatalmas horderejű manővernek az ismerete az emberekben, és öntudatra ébrednek, akkor tudnak, és csak az igaz emberek az igénytelenséggel, a sötétséggel megküzdeni, csak az igényes emberek tudnak. Tudatos emberekre van szükség. Az igénytelenség felfalja az igényességet. Kizárólag igényes emberek küzdhetnek meg az igénytelenséggel. Óriási gondot idézett elő a Földön, amikor Jézus, mint szellemi lény, eltűnik az emberek gondolkodásából, és csak a fizikai ember, Jézus marad meg az emberekben. Jézus azért jött el a Földre, hogy tudassa az emberekkel. Istennel közvetlen kapcsolatba lehet kerülni. Jézus tudatta az emberekkel, hogy a szellemünk örök életű. Azért jött el közénk, hogy szellemi öntudatra ébredjünk. De az embereknek nagyon-nagyon téves fogalma van Jézus Urunk küldetéséről is. És hogy miért? Meg kell vizsgálni, kik tolmácsolták az ő üzeneteit. Hogyan mutatták őt be? Miket írtak róla? Miket mondtak róla? És hogy forgatták ki a szavait? Ennyit kívántam elmondani nektek a küldetésről. Lássátok, hol sötétítették el az emberiséget. Időszámítás előtt 2600-ba kezdődött. Úgy Egyiptomba, mint Kínába. És az utána magukat kultúrnépeknek mondó népek már az igazi szellemi kultúráról mit sem tudtak. És milyen érdekes. Jézus Urunk azt mondja, ha csak egy is marad közületek az új kalászthoz, és újra megtölti a barázdákat. Azt is mondja, úgy küldelek most benneteket bárányokat a farkasok közzé, hogy tudjátok, a jóság, az igazság, a szépség és a szerelmetesség győzedelmeskedik mindenek felett. Szellemi öntudatára kell ébreszteni az embereket. Végtelen kellemetlen, ha valakire tapad egy szellem. De annak az embernek megváltó, aki ezt fölismeri és elengedteti ezt a szellemet, mert tudatába kerül, hogy létezik a szellem. Milyen megszabadulás, amikor elengednek rólunk egy szellemet, és újra önmaguk vagyunk. Emberek milliárdjai élik úgy az életüket, hogy szellemi befolyás alatt vannak. Egy pillanatra nem tudnak önmaguk lenni. Nincs, aki a fülükbe súgja. Lehetnél önmagad, lehetnél szabad. Öntudatlanok. Végig alusszák az életüket. A szellemek úgy használják az emberi testet, mint egy bábot. Bolondot csinálnak az emberekből. Az emberek tagadják a szellemeket, mert arra lettek tanítva, hogy nincsenek szellemek. Ne is keressék. Mert aki keres, az talál. El sem mernek indulni ezen az úton. Mert mit fognak szólni? Nagyon nagy bátorságra van szükség, hogy az ember szellemi öntudatára ébredjen. Már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki valakinek a fülébe súgjon valamit. De tudjátok, hogy az Istenek csak a bátrakat és a tüzeseket szeretik. Legyetek bátrak. A jutalmatok nem marad el. Egyébként a jutalmatokat már meg is kaptátok. Szabadok vagytok.
Szeretnétek, hogy mások is azok legyenek? Segítsünk nekik. Minden eszközzel, minden időbe és minden áron. Ne féljetek, mert aki fél, az nem hisz. És aki hisz, az nem fél. Mindenkinek a maga nyelvén mondjátok el a szellemi valóságot, a szellemi igazságot.